javában folynak a próbák a Miskolci Nemzeti Színházban. Készül a társulat az idei bemutatókra, szombaton a K-ügy című darabbal állnak színpadra Rusznyák Gábor rendezésében. A színmű egy német földön élő lócsiszáról szól, aki igazságtalanságot szenved el. Az ő kálváriáján vezet végig a darab. A főszerepet Simon Zoltán alakítja, aki Híradónknak azt nyilatkozta, a mostani az egyik legösszetettebb szerepe. Jelmezes próba a Miskolci Nemzeti Színházban. Javában készülnek a színészek a szombati bemutatóra. Henrik von Kleist kisregényének színpadi változatát, a K-ügy című darabot viszik színpadra. Elindultam a lovaimban, a lipcsei Mihály napi vására. A bonyodalom a vására vezető úton kezdődik. A főszereplőt egy német alföldön élő lócsiszárt igazságtalanság éri. A színdarab az ő kálváriáján vezeti végig a nézőt. Megmutatja a főhős, hogyan próbálja érvényesíteni az igazát, milyen tragédiák és megpróbáltatások érik eközben. A karaktert megjelenítő Simon Zoltán szerint ez eddigi pályafutásának legösszetettebb feladata volt. Persze úgy fogalmazol, hogy a legjóra valóbb ember volt egyszer, és a legszörnyűbb ember a korában. Tehát nagyon nagy fordulaton megy át az ő élet, az ő sorsa, és ezeket a fordulatokat nagyon sok kisebb és nagyobb tragédia, erőszakosság, vegyítve sokszor az örömmel, még a családi légkörben, meg egyáltalán, tehát hogy egy nagyon-nagyon színes, sokrétű élettörténet ez. A próbákat már a tavalyi évad végén elkezdték. A rendező szerint a színészeknek nehéz dolguk volt, ugyanis amellett, hogy énekelniük is kell, sok apró beszólással tüzdelték tele a darabot, ami rendkívüli koncentrációt igényel. Én nagyon szeretem az ilyenfajta próbafolyamatokat, amikor nincs egy ilyen, már egy ilyen elejétől egy ilyen bemutató kényszer, hanem egy kicsit szabadabban lehet gondolkodni, szabadabban lehet alkotni. Ugye eleve ezek úgy készülnek, hogy én közbeírom ezeket a történeteket, és a színészek is beleadják azt, amit ők gondolnak. A rendező szerint szinte minden ember tud azonosulni a történettel, hiszen mindenkit érnek igazságtalanságok. Minden embernek vagy mindnyájunknak vannak ilyen történetei, amikor azt éljük meg, hogy valami falnak megyünk neki, pedig igazunk van, és valami fal az ott elállja ezt az igazság útját. Azt gondolom, hogy ezt mindenki átéli a saját életében, kis ügyekkel, nagy ügyekkel, ezzel, azzal, amazzal. Itt aztán Miskolcon pár sok ilyen történetet ismerek emberektől és magából a városból is, tehát azt gondolom, hogy itt is egy személyes élménye lesz az embereknek ez a dolog. A darab bemutatója szombaton 7 órakor lesz a Kamaraszínházban.